1959 tavasza. Béke, nyugalom, biztonság. Mindenkit jó érzéssel tölt el megszépült fővárosunk látványa. Az a gyorsütemű konszolidáció, fejlődés, építkezés, amellyel az ellenforradalom okozta súlyos károkból és sebekből kilábaltunk. Megszépült Budapest. Többségében eltűntek vagy eltűnőben vannak az ellenforradalom szörnyű nyomai. Lehetséges, hogy a békés, nyugodt munka, jólét, fejlődés ne töltsön el mindenkit örömmel és büszkeséggel. Igen, lehetséges. Az imperialistáknak és a belső ellenséges elemeknek ez nem tetszik. Ők minden erővel az ellenforradalmi káoszt, zűrzavart, sztrájkot, szabadrablást, terrort akarták és akarják tartósítani. Bár a Magyar Népköztársaság belbiztonságának erősödése, a béke, rend és a nyugalom megszilárdulása egy-egy csapást jelent a külső és a belső ellenségre, és ez az ellenség elszigetelődését, az aktív ellenséges elemek körének összeszűkölését jelentette, mégis jó néhányan illegalitásban, szervezkedéssel, izgatással, háborúra való uszítással próbálkoznak a magyar nép törvényes rendje ellen törni. A belügyminisztérium szervei az ellenforradalom leverése óta jó néhány, az imperialisták által sugalmazott aljas, népellenes ellenforradalmi szervezkedést lefleztek le, és tagjait méltó helyükre juttatták. Fővárosunk egészségéért vívott harc egyik központja. Tízezrek távoztak innen gyógyultan, szülőanyák, beteg gyermekek, fiatalok, öregek várják gyógyulásukat. És mind hálával gondolnak fáradtságot nem ismerő ápolóikra, orvosokra, ápolónőkre, akik áldozatos munkával visszaadják őket egészségesen a családnak, a munkának, a boldog életnek. Ezt a helyet, ahol az emberek egészségéért, életéért harcolnak, néhány ellenséges bandita arra használta fel, hogy ellenforradalmi uszító röpcédulákat készítsenek. Háborút, vért, pusztulást és könnyeket akartak, hogy a kórház ismét megcsonkított, sebesült emberek jajkiáltásaitól legyen hangos. Ilyeneket írtak. Felhívjuk a nyugati hatalmakat, hogy sürgősen adjanak fegyvert